egyszerű felbontással, el akarják távolítani a közszolgálati médiaszolgáltatási alapkötelékéből. Mi azt gondoljuk, hogy ez a döntés ez egy sunyi és gyáva lépés volt az alap részéről, ahelyett, hogy a megfelelő konzekvenciákat levonták volna, és azokat a vezetőket, akik ilyen barátságra készítették a munkatársaikat, eltávolítják, ehelyett azokat távolítják el, akik felhívtak erre a figyelmet. Ráadásul vélemény szerint maga az eljárás nagy valószínűséggel nem is volt jogszerű, és ezért nagyon bízom abban, hogy a Hajdonború Balázs és Szávoly Aranka a munkahelyi bíróságon meg tudja szerezni az igazát, és továbbra is bízunk abban, hogy az éjségsztrájk az eredményes lesz abból a szempontból, hogy a közszolgálati televízió dolgozó manipulációt követelő vezetőket el tudják bocsájtani. Az NMP különösen joggal lehet felháborodva a Magyar Televízió szerkesztési gyakorlatára, hiszen az első nyilvánvaló manipulációt azt írta, hogy NMP-s rendezvények követte el az a Papp Dániel, aki aztán később vezetőbeosztást kapott néhány nappal később a Hírcentrumban. Mi azt gondoljuk, hogy az adófizetők milliárdjait a jövő évben például 70 milliárd forintot nem lehet egy olyan hírmanipulációs gyárra fordítani, ami képtelen kiegyensúlyozottan és manipulációmentesen tájékoztatni a magyar közvéleményt a belpolitikai eseményekről. Mindenképpen a következményeket le kell vonni, és az a sunyi lépés, amit most megléptek, hogy elbocsájták a két szakszervezeti vezetőt, ez tényleg a legaljabb most már. Azt gondolom, hogy itt súlyos konzekvenciákra kell levonni ezek után különösen.